Hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit! Elérkeztünk. A szezon utolsó futama, az Abu Dhabi nagy díj. 20 kemény futamon vagyunk túl, és már csak egy van hátra. Aminek mondhatni tétje sincs, hisz Lewis Hamilton már megnyerte a világbajnokságot az előző helyszínen Brazíliába, de hát ugye még egy futam hátra van, ezen az 5,5 km hosszú pályán, ami 21 kanyart rejt magában, nem sok emelkedővel, ha jól látjuk, egy nagyon gyors második szektorral, és egy nagyon kanyargos harmadik szektorral. És mielőtt belevágnánk a futamba, egy kis érdekesség a szabad edzésről. That looked bad. Are you all right? Let me know you're all right. Elég csúnyán. Elég csúnyán eldobtuk a Zaubert, megnézhetjük kívülről is. Kerékvektő megdobja. Ezt már nem lehet visszahozni. Mindenesetre az időmérőn ez már nem történt meg szerencsére. Ennek köszönhetően indulhatunk a második helyről, Bottas mellől. Minket követ Raikkonen és Perez. Verstappen és Vettel, Alonso és Leclerc. Nagyon elő van megint a két Zauber. Aztán jön Magnussen, Ricciardo, Hamilton, de neki már éppen mindegy. Jön a Gasly, a két Williams, és aztán a büntetettek. Kivéve Van Dormot. Kivéve a Williamseknél is gyengébb időt ment most. De gyűjjönnek ki utoljára ebben a szezonban még a lámpák. Jó szórakozást kívánok! Ez gyors volt. El is indul az utolsó futam ebben a szezonban. Bottas szépen elkapja a rajtot. Engem szemüzbe vesz a Raikkonen és Perez. De visszagyorsulunk Perez mellé az egyes kanyarba. Így végül csak egy pozíciót vesztettünk. Úgyhogy a harmadik helyen folytatjuk a harcot. Ha minden jól megy. Előbb Bottas és Raikkonen, a két finn, majd jövök én és Perez. Többiek nagy vonatozásban, ott Vettel harcol Verstappennel. Perez is megnéz minket egy picit, de aztán végül nem dobja be a Force Indiát az Alberünk mellé. Maradunk egyelőre a harmadik helyen. Köszönjük a második hosszú egyenesen a második szektornak. Most jön a kanyargos harmadik szektor, ami ugye egy hotel alatt is átmegy. Az egyik érdekessége az Abu Dhabi pályának. És érdekes, érdemes figyelni most is az ellenkező gumitaktikát próbálom véghez vinni. Mert látjuk, mekkora sikere lesz majd. Mindenesetre a Bottas szépen meglógott a mezőnytől. Így az első öt, azt kell mondom így a térkép alapján. Picit már elhúzott a többiektől. Így van ez az ötös. Bottas, Raikkonen, én, Perez, Verstappen, vagy jön Vettel, Leclerc és a többiek. Utolsó hármason kicsit közelebb egymáshoz. Itt még kialakulhat valami a két egyenesbe. De egyelőre nem. Perez is csak közelíteni tudott hozzám. Egyelőre nyugodt a helyzet. Nincsen nagy csetepaték.
mindenki tisztes távolságú követi a többieket. Egy újabb kört fejezzünk be. DRS lehet használni. Azt a kamera bánta. Egyelőre nem vagyunk DRS közeli távolságban, úgyhogy nem is nyílik a hátsó szárnyunk. Nagyon nyugodt egyelőre a futam, nem történik nagyon semmi. Perez meg Verstappen nyitotta a hátsó szárnyukat. Hatalmas jachtok a hotel mellett. Ugrunk egy picit az időben, mert nem sok minden történt. Nekem sikerült Perezéket kicsit leláznom. Közelítenem Räikkönenhez. De hát lehet látni, hogy mindig a vonatozás megy nagyon. Azon a futamon is. És most először tudom nyitni a DRS-t Räikkönennel szemben az ötödik körben. Ugye egy másfél kört ugrottunk nagyjából az időben. Próbálunk tapadni a finnre. Közben Perezékre felzárkozott Vettel, és Leclerc is próbálja tartani velük a lépést, ahogy nézem a térképet. Itt vagyunk a hotel egyik erkélyén. És érkezünk az utolsó kanyarhoz, hogy megkezdjünk egy újabb kört, és eltűnt Bottas előlünk, miközben itt kicsit elhibázom az utolsó kanyart. Úgyhogy egyelőre Räikkönen vezeti a futamot, én pedig a második helyen tanyázom. Egyébként ott volt a kerékvető, itt veszélyes volt. Próbálunk tapadni a finnre. Vajon lesz-e most lehetőségünk egy támadásra? Nagyon közel vagyunk hozzá. Nyílik is a DRS, vagy behúz-e az egyenes végig? Na, nem éri meg ilyen messziről bedobni az autót. De itt van az újabb DRS, újabb lehetőség. De nem közelítünk hozzá nagyon, úgyhogy egyelőre elmarad a támadás. Nézd ki, kezdenek elhasználódni ezek a lágyabb keverékű gumik. Ott van elő a Ferrari versenyzője. Érkezünk újra a cél egyenes felé. És most ő fordul ki a boxba, úgyhogy ideiglenesen átveszük a vezetést a hetedik körbe. Charles is kiment a boxba. A mérnök mi is megerősíti ezt az információt.
Lila első szektor. Nagyon igyekszünk. Legalább Räikkönen elébe vágni. Senki által nem zavartatva. Robogunk tovább a nagyon hosszú egyenesbe. Próbálván kihasználni a lehetőséget egy esetleges előzéshez. Na vajon sikerül összehozni egy jó kört? Nyitjunk ebbe a sikán kombinációba. Kicsit érdekesen vettük be ezt a kanyart. Hoppá! Hülkenberg adja fel a versenyt. Itt az első szektor végén át félre a Renault-ba. Nézzük, mi történt vele. Jön ki a boxból. Itt minden oké, és ettől csak megadja magát a Renault. Úgyhogy Hülkenbergnek idő előtt véget ér a szezon. Én meg közben megérkezek a boxba. Ez egy nagyon jó lehetőség, ugye ez a safety car fázis. Most ez a speciális box kiárat, ugye ami a pálya alatt megy el. Ugyanis ugye a safety car alatt bizonyos sebességhez kell tartani magadat. Így könnyedén bejöttem a többiek elé. Úgyhogy most már nem csak ideiglenesen vezetjük a szezon záró futamot. Hanem ténylegesen is én vagyok az első helyem. Kihasználtuk ezt az alkalmat. Itt vagyunk a 9. körbe. Körvégén kijön a safety car. Én most én diktálhatom a tempót mezőnynek. Amennyire csak lehet lemaradok, hogy váratlan időben indítsa meg a gyorsítást. Beállítok mindent, hogy jó legyen az elrugaszkodás a mezőnytől. Én mindig várok. És most, itt a hotel alatt megindítottuk a mezőnyt. És egy nagyon picit sikerült is meglepni ebben Räikkönent. Ott van a zöld jelzés. Újra szabad don versenytempóba közlekedhetünk a pályán. És egy másodperccel meg is rögtünk Räikkönentől ebben az indítással, úgyhogy nem csináltuk rosszul. Azt kell, hogy mondjam. De az itt visszajön Räikkönen, ahogy elnézem. Próbálom meglógni, amennyire csak lehet. Kihasználva azt, hogy egyen lágyabb keverékű gumikon vagyok. Ez valamilyen szinten sikerül is, ahogy elnézem. Jövök én, Räikkönen, ő is megelőzte Bottast. Leclerc van nagyon jó helyem. Az 5. helyem, úgyhogy nagyon erős hétvégéje lehet ez az Aubernek. Így az év végére. Mind nagyon egyben van amúgy a mezőny, ahogy elnézem. Itt vagyunk a 10. kör végén. Leggyorsabb kört futunk egyből. És még egy másodpercet rávertünk
Räikkönenre, úgyhogy már két másodperces előnyünk van. És kezd működni a taktika. Hogy lágyabb keverékű gumikon vagyunk kint. A többiekhez képest. Ugrunk egy picit az időben, és jövünk a Bottas Räikkönen Verstappen 3-ashoz, ugyanis itt van akció jelenleg. Jön is a finn, a Mercedes-es finn. Bedobja a Räikkönen mellé. Ó, megelőzi? Nem biztos. Jobb a kigyorsítás a Ferrari-ben, meg használhatja a DRS-t. Hú, kerék a keréken, míg ott jön Verstappen is. Räikkönen kicsit elfékezi. De megvédi a pozícióját. Marad egyelőre a második helyem. És átkapcsolunk hozzám. Ugyanis megkezdődik a szezon utolsó köre. 8 másodpercet már rájuk vertünk, úgyhogy nagyon komolyan bejött ez a taktika. Úgyhogy már nincs sok hátra a bajnokságból. Hát mit is mondhatnék? Gyorsan összegezzük kicsit az évet. Nagyon úgy néz ki, hogy ebben a futammal együtt már összesen lesz 6 futamgyőzelem. Ami ha reálisan nézzük, nem lenne annyira valós. A következő szezonra kicsit erősíteni kell az AIK-en, hogy még nagyobb kihívás legyen a játék. Ami meg a videókat illeti, azokra pedig van egy-két ötletem, hogy mivel lehetne még inkább feldobni ezt az egészet. Most már csak az a legfőbb kérdés, hogy ebbe a Forma 1-es játékban, vagy már a legújabbban. Hisz ha úgy nézzük a játék felvételekor, egy nappal ezelőtt jelent meg a Forma 1 2019-es játék, egy csomó érdekes újítással a karriermódhoz. Úgyhogy meglátjuk. Lehet, hogy abban fogunk már, de lehet, hogy még maradok a 18-asnál egy ideig. De most ebbe foglalkozunk, készüljön az utolsó kanyar. És ennek a teljesítésével megnyerjük az idén záró nagy díjat. Valóban fantasztikus évet zártunk. Úgyhogy megvan a 6. győzelem. Ebbe a szezonban. Räikkönen maradt a 2., Bottas a 3., és itt a győztes autó. Megérdemelt trófea. És a megérdemelt pezsgőzés következik. Úgyhogy nincs más hátra, mint hogy megköszönjem így előre is, vagy utólag, ahogy nézzük, az egész éves figyelmeteket. Remélem a következő szezonokban is velem tartatok. Íme az idén záró hivatalos végeredménye. Leclerc is egy nagyon szép futamot zárt az 5. helyen. Erős pontszerzés az Aubernek, ami már végül is mindegy, mert a 4. helyen be volt biztosítva. Mondjuk ő így feljött a 14. helyre, én pedig az előkelő 3. helyen fejeztem be ezt a bajnokságot. Nyugodtan büszkék lehetünk erre a szezonra. És akkor nem is marad más hátra, hogy tényleg még egyszer megköszönjem az egész éves figyelmeteket. És remélem, hogy a jövőben is velem tartatok. Sziasztok!